Köszöntöm a Gyógyír nézőit! Egészségügyi magazinműsorunkban ma az egyházi alapítású Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központba látogatunk el. Az alapellátást biztosító intézményt az elmúlt 19 év alatt több százezren keresték fel különböző betegségek diagnosztizálása céljából. De vajon mi az oka a központ népszerűségének? Megmutatjuk önöknek, mi az a plusz, amit a járóbetegellátó klinika nyújt a pácienseinek. Gyógykalauzunkban pedig ma a gyermekek számára fontos fogápolási tanácsokkal szolgálunk. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk! Munkácson immár közel második évtizede működik az az egészségügyi központ, amelyet a református egyház hozott létre. Az egészségügyi alapellátást biztosító intézményben a vizsgálatok magas színvonalon folynak, annak ellenére, hogy a nem állami fenntartású központ alacsony költségvetéssel működik. Az ukrán klinikák népszerűségét tekintve a Munkácsi Központ szaktudás és betegellátás tekintetében is vezető helyet foglal el Kárpátalján, de vajon mi a titka? Ha figyelembe vesszük, hogy az intézmény egyházi szellemisége a páciensekkel való kommunikációnak az állami intézményekben nem gyakorolt új formát ad, akkor rájövünk, hogy ez mindenképpen befolyásolja a mai rohanó, stresszes világban élő ember egészségügyi intézményekről alkotott véleményét. De nézzük meg, hogy ma, amikor a pszichoszomatikus betegségek évszázadában élünk, miért is van szükség az ilyen intézményekre, mint a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ. Betegek várakoznak a Munkácsi Keresztény Klinika fogadójában. Van, aki már a rendelésre érkezett, de akad olyan is, aki éppen időpontot jött egyeztetni. Aki örökhöz betér, az ugye innen kezdi a napot, illetve pontosabban még korábban elkezdi a dolgot, mert hogy ugye be kell jelentkezni. Mennyivel kell korábban bejelentkezni, hogy ide bejusson valaki önökhöz? Ez attól függ, hogy kihez jelentkezik be. Vannak olyan szolgáltatásaink, amire nem is kell bejelentkeznie, például a labor, a röntgen szolgáltatás, ez nem igényel előjegyzést, ez a páciens bármelyik nap bejöhet, és leadhatja a laborteszteket, vagy megcsinálhat egy röntgenfelvételt, viszont az orvosokhoz, a szakorvosokhoz előjegyzést igényünk, ezt megteheti akár telefonon, vagy akár személyesen is bejöhet, és a regisztrációba bejelentkezhet. Attól függ, hogy kihez jelentkezik, van olyan szakorvosunk, akihez akár egy hónap is a sor, vagy jóval több is, de van olyan, akihez lehet, hogy egy-két héten belül, vagy még néha megüresedik a hely, aznap is bekerülhet. Ez teljesen különböző. Itt vezetik a nyilvántartást. Interneten is előjegyezhetik magukat a páciensek. Persze előfordul, hogy valaki nem sürgősségi eset, mégis azt szeretné, hogy hamarabb fogadják. Gyakran előfordul az, hogy így megállítják a folyosón, és arra kérik, hogy de írja már be, de fogadja már, pedig nincs gumiból az ideje. Igen. Ez nagyon gyakran van így, és meg kell tudni különböztetni, hogy valóban ez egy sürgősségi eset vagy nem, vagy olyan eset, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Nagyon nehéz, én sem tudom mindig ezt megmondani, és vannak olyan tapasztalataim, amikor azt gondoltam, hogy ez nem az, és bizony nagyon komoly betegség volt, amivel találkoztam, és van fordítva is, inkább ez a fordítva jellemző, jelen esetben is ismerem a beteget, úgy tudom. A járóbetegellátást biztosító klinikán évente több ezer beteg fordul meg. A páciensek úgy tűnik elégedettek az ellátással. Rosszul lét volt kétszer is, mondjuk februárban és márciusban, azért kerestem fel az orvost. Mióta megvan ez a klinika, mi egy nagyon jó olyan központot, ahol mindent kivizsgálnak, és nagyon finoman elbeszélnek a páciensekkel, megkaptunk. Hála ennek a központnak, mi kapunk jó kezelést, támogatást, és van úgy, hogy még támogatást kapunk orvosságban is. Azért nagy köszönet, hogy ez meg van építve ez a centrum, és nekünk mondjuk meg úgy, ahogy van, hogy ez egy nagyon jó dolog. A Keresztény Egészségügyi Központban a szolgáltatásokért kell-e fizetni a betegeknek, illetve miből tartja fenn magát az intézmény?
kell fizetni, pont ebből tartja fel magát az intézmény, tehát semmilyen állami támogatás, vagy semmilyen más finanszírozása az intézménynek nincs, de van egy réteg, amelyiknek teljesen ingyenes az ellátás, tehát ezt az egyházak szabják meg, az egyházakat támogatjuk ezzel, hogy tudnak jelentkezni ajánlatra, vagy lelkészi, vagy más ajánlással betegeink, és akkor azokat, tehát szegények, bizonyos csoportok, nem mindenkit, nyilvánvalóan nem mindenkit tudunk így ellátni, de azoknak teljesen elengedjük a vizsgálati díjat. Az üzleti világban mindenki azt hiszi, hogy ha van egy fizetett intézmény, akkor ez profitot termel. Nálunk nem a profit termelés a cél, hanem a beteg ellátása, és mindaz a plusz összeg, amit mi esetleg összegyűjtünk, az arra megy, hogy pont a ingyenesen tudjunk ellátni egy bizonyos mennyiségű beteget. Az egyházi alapítású intézmény 2000-ben Munkács központjában egy romos épületben kapott helyet. A felújítás után itt kezdődött el egy olyan magas szintű egészségügyi diagnosztikai kivizsgálás, amelyre akkor és még talán ma is Kárpátalján kevés példa van. Azt látom, hogy több fogadószoba is van itt. Gondolom ez azt jelenti, hogy különböző szakorvosok fogadják itt a betegeket, konkrétan mire nyílik lehetőség, mert azt úgy hallottam, úgy olvastam, úgy informálódtam róla, hogy igazából az alapellátásra összpontosítanak, mennyivel bővült az elmúlt évek alatt az egészségügyi alapellátás fölötti rész önöknél. Igazándiból nem bővült, ugyanazt az alapellátást csináljuk évek óta, amivel kezdtünk, esetleg a parkunk bővült, vagy modernizálódott, vagy egy kicsit minőségesebben tudjuk ellátni a betegeinket, de az alapellátás maradt alapellátásnak, ami azt jelenti, hogy nem valami extra dolgokat akarunk itt csinálni, nem valami különleges biznisz dolgokat, hanem az alapellátást, ami egyszerű betegek mindenféle panaszának az ellátása, diagnosztizálása, pontosítása és ha lehetséges kezelése. Az alapellátásba mi tartozik bele konkrétan? Tehát lényegében a betegségek feltárása, a betegségek, a panaszok elmondása, az alapvizsgálatok, a vérvizelet, biokémiai vizsgálatok, az ultrahangos vizsgálat, az endoszkópiás vizsgálat, kardiogrammák, szívvizsgálatok, funkcionális diagnosztika, és végeredményben az egészet egy orvosnak kéne koordinálni, onnan kell elkezdeni az alapvizsgálatot, hogy megkeressünk egy orvost. Nálunk vannak általános orvosok is, tehát családorvosok a klinikában dolgoznak, belgyógyászok, jó magam is belgyógyász vagyok, de szakorvosok is, tehát ki tudjuk szűrni a problémát valamilyen szinten, vagy így kerül hozzánk a beteg, hogy már konkrét betegséggel, és akkor vannak szakembereink, szakorvosaink, akik ezt mélyebbre tudják vizsgálni, vagy tovább tudják vinni a vizsgálatokat. Azt mondják az orvosok, hogy idejében kell fordulni a doktorhoz, mert akkor még esetleg van esély arra, hogy bizonyosabb, súlyosabb betegségek esetén is megelőzzék ezeket. Hogyan látja doktor úr az utóbbi időben, milyen aránya azoknak, akik önökhöz fordulnak, azoknak a pácienseknek, milyen aránya gyógyul meg azáltal, hogy idejében jött orvoshoz? Hát nem tudunk ilyen felmérésről beszélni, mert nem készült ilyen felmérés, nem is lehetséges szerintem ezt így elkészíteni. Viszont a tapasztalat azt mondja, hogy eléggé későn jönnek a betegek, tehát elhanyagolják a betegségeiket. Ennek sok oka van, akár az is, hogy nem tudják hova menjenek, akár az, hogy nem találják meg a megfelelő szakembert. Még csak valamikor az is probléma, hogy nem tudják kifejezni magukat. Tehát nagyon sok tényezője van annak, hogy nem idejébe fordulnak a betegek, de talán a legfontosabb tényező az, hogy lehet, hogy az anyagi háttér miatt, de halogatják a betegek. A halogatás az mit jelent? Tehát mondjuk egy betegnél jelentkeznek szimptomák. Például mondjunk valamire példát, és ezt mondjuk meddig tudja tűrni egy beteg? Hát a mi társadalmunk azt mutatja, hogy a betegek egymást gyógyítgatják, meg egymáson próbálnak segíteni, és hát ez attól függ, hogy mennyire erős az a tünet, mennyire erős a fájdalom. Ugye mindenki tudja, hogyha erősen fáj valami, akkor nem tudja tűrni, akkor indul valahova. Csak hogy a betegségek
nagyon nagy százaléka nem akkor kezdődik, amikor már nagyon erősen fáj. Ezért lenne fontos a prevenció, a megelőzés, a rendszeres orvos látogatás, a rendszeres vizsgálatok. Tehát egyelőre ezen dolgozunk, ezt próbáljuk a betegeinknek elmondani mindig, hogy az idejében jelentkezés nem azt jelenti, hogy akkor jelentkezünk, amikor már nagyon fáj valami, hanem évente egyszer mindenkinek, abszolút egészséges embernek is jó lenne végigvizsgálni a testét, és nyerni egy valamilyen bizonyságot arról, hogy igenis minden rendben van. Vagy megtalálni azt a problémát, ami még nem fáj, de már ott van. A klinikán az általános laboratóriumi elemzések mellett többek között röntgen, illetve EKG vizsgálatot, ultrahangos és endoszkópos diagnosztikát is végeznek. Több szakorvosunk van, a nőgyógyászok, szülészek, nőgyógyászok azok természetesen külön terhes gondozást is végzünk. Ezeken a gépeken ez egy négydimenziós ultrahangkészülék, több is van belőle az intézményünkben. Ezekkel a terhes gondozást végezzük elsősorban, de nem csak ezt, bármilyen más vizsgálatok is elvégezettők, ezek egy univerzális kategóriába tartozó gépek, több programmal. Van külön kardiológusunk, aki a szív- és érrendszeri megbetegedések vizsgálatát is végzi ultrahangon. Igen, azt láttuk. Aztán belgyógyászaink vannak, és képalkotó diagnosztikával foglalkozó szakorvosaink, akik pedig minden más területet felölelnek és néznek. Ön még az elsők között volt, akik itt Kárpátalján megtanulták kezelni ezt az újszerű diagnosztikai eszközt, az ultrahangot. Igen. Én egy más intézményben és egy más országban dolgoztam. Amikor hazatelepültem, akkor a 92-ben a Munkácsi Kórház megkapta az első ultrahanggépét, és hát egy másik kollégámmal együtt azzal kezdtünk dolgozni, még akkor a kórházban dolgoztam, és aztán fejlődött persze a kórház is, meg egyre többen használták ezt a nagyon-nagyon népszerű és nagyon-nagyon fontos, az egészségügyben fontos eljárást, és hát természetesen tanultunk is. Régen nem volt. Hogyan diagnosztizáltak? Mennyivel lett most jobb a diagnosztizálás ezáltal, hogy létezik az ultrahang? Hát azt hiszem, hogy nem kell mondanom, hogy ez forradalmasította a vizualizációs eljárásokat az egészségügyben. Ugye a röntgenkészülékek és azoknak a vizsgálatoknak a fajtáira kellett hagyatkozni az egészségügynek addig, és az ultrahang az tulajdonképpen miután bejött, az robbanásszerűen megváltoztatta az egész vizualizációt az egészségügyben. Persze aztán jött a komputer tomográfia, ami már háromdimenzióban is sokkal jobb képalkotást biztosított. Most már jelen van az MRI, ami egy kicsikét megint más, és ez így fejlődik. Említette, hogy külföldön volt. Szabad erről beszélnünk? Két szót legalább, vagy három mondatot, hogy hol volt külföldön, és... Akkor az még nem volt igazán külföld. Igen. Én Észtországban végeztem a tanulmányomat, ott volt az első munkahelyem, ott végeztem a szakosítási vizsgáimat, úgyhogy onnan kerültem aztán 90-es évek elején közvetlen haza. Tehát ez most külföldnek számít tulajdonképpen, a kollégáim, akikkel tartom a kapcsolatot, azok ott dolgoznak, és ugye most az Európai Unió belül vannak, de tulajdonképpen ugyanilyen gépeken dolgozunk, és ugyanezt csináljuk. Sok tapasztalatot szerzett ott? Hát fiatalként úgy gondolom, hogy az nagyon jó volt az az idő, igen. Volt olyan elképzelés, hogy ott marad? Nem, őszintén szólva soha nem volt. Én mindig úgy mentem el, hogy majd egyszer visszajövök, igen. Az egészségügyi intézményben egyházi kiadványokat is találnak a betegek, és kérdőívet is kitölthetnek, amiből kiderül, hogy mennyire elégedettek a klinika munkájával. Lehetünk egy magyar, tehát az intézményünkről szeretnénk valamilyen visszajelzést kapni a betegeinktől. Miért választotta épp az intézményünket, szerinte milyen ez a szolgáltatás, minőséges, és miért úgy gondolja, hogy ez jó. Nővérek, orvosokkal kapcsolatban van-e valamilyen véleménye, egészen addig, hogy a tisztaságot hogy találja nálunk. És a közreműködését megköszönve megkérjük, hogy dobja be ebbe a dobozba, amit aztán rendszerint elemzünk, és ebből egy kis háttéri információt kapunk azzal kapcsolatban, hogy dolgozunk, esetleg kijavítanak bennünket, hogy valamit nem úgy csinálunk, amit magunk sem veszünk észre, igen.
A 21. század a pszichoszomatikus betegségek kora. Ezt vallják többen is a világ orvosai közül. Éppen ezért fontos, hogy a páciens ne csak a diagnosztika eredményét és a receptet kapja meg a klinikákon, hanem érezze, hogy odafigyelnek rá. A Keresztény Egészségügyi Központban bár minden nap betegek sokasága várakozik, az orvosok mindenkire kellő időt szentelnek. Milyen betegség típus a leggyakoribb most például a 2000-es évek elején? Nagyon széles a paletta, tehát nem tudok beszélni valamilyen nagyon tipikus betegségekről. Minden jelen van. Lehet, hogy az én szakterületem inkább abba ütközik, hogy sok a pszichoszomatika. Tehát az olyan elváltozás, amikor a test érzékel fájdalmat vagy elváltozást, közben meg nem a test, hanem a stressz meg az idegrendszer van mögötte. Én ezekkel találkozok gyakrabban, egyre gyakrabban. Lehet, hogy van valamilyen specifikum abban, hogy engem ezzel keresnek meg, de úgy látom, hogy a belgyógyászatban meg eleve az egészségügyben egyre több ilyen beteg van. Ezt most hogy kell érteni? Tehát valaki érez egy fájdalmat, esetleg ez neki valamilyen lelki eredetű stressztől egy görcs van ott, vagy valami. Hogy van ez? Mondja már erre példát, doktor úr. Nem mindig ott van a probléma, ahol mi érezzük a fájdalmat, vagy valamilyen testi érzést. Tehát az agyunk, a tudatalatti része az agynak hatalmas arra, hogy elküldje a parancsot, az impulzust, hogy ott érezd, vagy amott érezd, és reálisan fogunk érezni gyomorfájdalmat. Közben megvizsgáljuk a gyomrot, és nem találunk benne semmi elváltozást, minden rendben. Vagy bél problémákat, végig tükrözzük a vastagbelet, és nem találunk benne semmit. Az idegrendszer. Az idegrendszerünk. És az idegrendszer azért próbál ilyeneket mutatni, mert mögötte van a stressz, meg az átélés, meg a lelki problémák, meg a békétlenség is. Egy millió más oka lehet ennek, de a lényeg az, hogy nem a testünk beteg, hanem csak a testben mutatkozik meg ez a probléma valahol. Hogy gyakori mostanában az ilyen lelki eredetű betegség, illetve a lelki problémák, a stressz, mi okozza ezt? Miért nem tudunk uralkodni magunkon úgy, mint mondjuk x, 10, 30, 50, 100 évvel ezelőtt? Lehet, hogy akkor se nagyon tudtunk, csak nincs felmérésünk, hogy akkor hogy működött. Nem tudunk sok mindenen uralkodni, nem tudunk uralkodni azon, hogy most gyorsabban verjen a szívünk, vagy lassabban. Nem tudunk akarattal parancsolni annak, hogy izzadjunk, vagy ne izzadjunk, ugye? Nagyon sok ilyen tényező van. Na, én ezekről beszélek, hogy ezek a funkciók irányítottak. Valaki, valamilyen szervünk irányítja, és ez az agy. És ez az agy azért működik így, mert sok minden van a háttérben. Tehát hosszú lenne elsorolni, meg elmagyarázni, ez egy más téma. De nem csak erről van szó a központban. Tehát ez csak egy picike kis terület, amivel én személy szerint gyakrabban találkozom, de még egy csomó más probléma van, mint a TBC, mint az onkológia, mint a másfajta betegség, amivel itt találkozunk nap mint nap. Tehát ezek mind itt vannak körülöttünk. Még a 19. század ez a ragályos betegségeknek a korszaka volt, ahol az orvostudomány itt kellett, hogy valamilyen sikereket elérjen, és ezt meg is tette, ugye jöttek a védőoltások, stb. A 20. század ugye a szív- és az érrendszeri betegségeknek a korszaka volt, itt is óriási lépésekben haladt a tudomány, és nagyon sok mindent meg tud oldani. Akkor most egyre jobban érezzük, és olvasunk is róla, hogy többi kollégák más országokban is, de különösen a nyugati világban érzik azt, hogy ez a pszichoszomatikus betegségek korszaka és a pszichiátriai eseteknek a korszaka lesz, amelyik ez a 21. század, amelynek most az elején vagyunk. Betegek keresik a problémájukra a megoldást, mi pedig azt tapasztaljuk, hogy az egészségügy, az egészségügyi dolgozók nem egészen fölkészítettek ezeknek a problémáknak az egyrészt felismerésére, másrészt pedig a menedzselésére, ha ezzel a szóval akarok élni. Nagyon sok olyan kollégánk van, mivel ez a probléma itt a mi intézményünkön belül is nagyon nagy méreteket öltött. Német kollégákkal sikerült fölvenni a kapcsolatot elsősorban belgyógyászainknak, évek óta szorosan együttműködnek, megfordulnak náluk rendszerességgel olyan klinikákon, ahol ezeket a betegeket kezelik, nem csak járó betegként, hanem fekvő betegként is.
és ezek azok a tapasztalatok, amelyek egy nagy pluszt adnak akár egy belgyógyásznak, akár a többi szakterületen dolgozó kollégáimnak fölismerni ezeket a dolgokat, hozzá kell tanulnia az orvosainknak, akkor ez egy nagy-nagy segítség a betegeinknek. Szerintem legalábbis a belgyógyászaink betegeinek egy nagy része ezzel elégedett, és ezért jár visszajáró betegként újra és újra ugyanahoz az orvoshoz, vagy más kollégához, aki ezen a szakterületen otthon van. A központban az igazgató szerint el kellene már némi fejlesztés, de bíznak benne, hogy a korszerű berendezések beszerzésének is eljön az ideje. Most például azon dolgozunk, hogy kéne egy modernebb laborgép, egy biokémiai laboranalizátor, egy automatikus, mert a jelenlévő az már egy kicsit régebbi típus, és szeretnénk egy újabbat, most ezen dolgozunk. De a CT-nket is szeretnénk valamikor lecserélni, ami óriási nagy falat, még azt sem tudjuk, hogy lehetséges ez, de az előzőt is Isten megoldotta, tehát mi emberi fejjel nem látjuk a lehetőségét, de hisszük azt, hogy Isten ezt meg tudja oldani. Mondják, hogy a gyermekkori fogápolás része a gyermeknevelésnek. De vajon mikor kezdjük el ezt a folyamatot? Fogászati szakemberek úgy tartják, hogy már csecsemőkorban az első fogak megjelenése előtt nagy figyelmet kell fordítani a szájhigiéniára. Na és mikor vigyük fogorvoshoz először a gyereket? Mennyire befolyásolja a táplálkozás már kisgyerekkorban a fogak egészségi állapotát? És ha már fáj a fogunk, akkor már csak a fogorvos tudja rá a gyógyírt? Vagy megelőzéssel mi is sokat tehetünk az egészségünkért? Ezekre a kérdésekre válaszol most a szakember. Az utóbbi időben egyre több fogászati probléma van a gyerekeknél. Sokan többen felkeresnek minket gyerekekkel, és olyan problémákkal, hogy fogszóvasodás ilyen korai korba is, amikor a gyerek 2-3 éves, akkor már is problémák vannak azért, mert sokat fogyasztanak édességet, az éjszakai etetésnél szoktak használni ilyen cukros teját, vagy még valamit, és azután nem figyelnek arra, hogy muszáj fogat mosni utána, vagy kiöblögetni a szájacskát. Most az utóbbi időben táplálkozási problémák vannak, hogy a gyerekek nem mindent szeretnek enni, nem szeretnek rágni, nem szeretnek húst enni. A gyerekek most sok édességet fogyasztanak, és kevesebbet rágnak, kevesebbet esznek, almát, körtét, ilyen kemény ételeket, kevesebb húst, túrót, tejet, ezeket nem nagyon szeretik, inkább a cukorkákra akcentálnák. Amikor kihullanak a tejfogak, és cserélődik ez a tejfog a rendes fogra, igen, a maradandó fogra, akkor nagyon kevés hely van azért nagyon sokat, sok gyereket és felnőttet. Ajánljuk, hogy keressék fel a fogszabályzós orvost, hogy legalább konzultáljanak vele, hogy milyen korba kell ezt elkezdeni a javítást. Még egy nagy probléma van nálunk a fogászaton az, hogy a gyerekek nagyon lusták az utóbbi időkben fogmosás kérdésben, azért, mert se reggel nem érkeznek fogat mosni, azért, mert rohannak az iskolába, és este már annyira fáradtak, hogy azt hallom a gyerekektől, hogy nem érkeznek akkor se fogat mosni, és nagyon sok ilyen foglerakodás, ilyen lepedék van a fogukon, és mindenféle, ami ez is nagyon veszélyes arról a szempontból, hogy elkezdenek romlani a fogacskák. Először a gyerekeknél, amikor megjelent csak egy szuvas fog, és ezt meg tudják figyelni a felnőttek, szóval a szülők, ez nagyon jó, mert akkor eljönnek, és rögtön likvidáljuk ezt a problémát. De ha viszont már 2-3 lyukas foguk van, akkor ez már egy picit problémás, azért mert a gyerekeknél nagyon hamar terjed a fogszóvasodás, és rögtön átmegy ilyen gyulladás típusba. Nálunk a Ukrajnában nagyon nagy a probléma az is, hogy van mégiscsak állami
állami fogászat, ahol sűrűbben jelentkeznek a betegek, de valamiért az a vélemény járja, hogy nem minőséges ott az ellátás, ami nem igaz, azért, mert ott is nagyon jó orvosok dolgoznak, és a ilyen privát klinikákba gyakran nem jönnek az emberek azért, mert kevés a pénz, és nagyon alacsony a fizetésük, szóval, és ezért az emberek valahogy így hanyagolják ezt a kérdést, és majd, és már csak akkor jönnek hozzánk, amikor nagy bajok vannak, amikor már fáj, és ez már ilyen egy kicsit bonyolultabb dolog. Mégiscsak könnyebb megelőzni a problémákat, mint azután kezelni. Önök Gyógyír egészségügyi magazin műsorunkat látták. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, amikor az életünk mozgatórugóját, legfontosabb szervünket, a szívbetegségeit járjuk körül. A szívsebészet rejtelmeibe is elkalauzoljuk önöket. Tartsanak velünk, és ne feledjék, Gyógyír, az egészség fontos. Viszontlátásra!